Nagy szakmaválasztó címmel pályaorientációs bőrzét szervez a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium, másik két szekszárdi szintén szakképző intézménnyel együttműködve. A három iskola november 16 és 17-én mutatkozik be, és várja érdekes programokkal az érdeklődőket. Ez egy olyan sátras rendezvény lesz, ahol több pavilonszerű rendezvény sátorban a Hunyadi, tehát a vendéglátó, a Bezeridé a kereskedelmi területen, illetve az Ady Endre Technikum megmutatja képzési kínálatát, abból a legérdekesebb részeket. Nem a teljesség igényével, de mindenképpen a kertcsinálásnak a lehetőségével, illetve a tájékoztatás lehetőségével, hogy mégis mit lehet megtanulni, mit lehet kipróbálni az iskolába való érkezés előtt is akár. Mindkét napon 9 és 16 óra között látogathatják a rendezvénysátrakat, ahol a pályaválasztás előtt álló diákok megismerkedhetnek az iskolák által oktatott szakmákkal, és akár ki is próbálhatják egy-egy elemüket. Használhatják a 3D nyomtatót, lézerpuskával célba lőhetnek, tesztelhetik a drónt, valamint a 3D szemüveget is, továbbá forraszthatnak, szerelhetnek, de megismerhetik a kereskedelem és a számvitel érdekességeit is. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, próbálja ki az általánoskolákat, mert megkerestük ebben a tekintetben, tehát az általánoskolák hozni fogják a diákokat, és a lehetőséget meg fogják adni, és általunk pedig meg is kapják majd arra, hogy egy alaposabb döntést hozzanak majd meg a pályorientáció és a pályaválasztás területén. Az érdeklődők találkozhatnak az iskolák néhány diákjával, illetve oktatóival, nem utolsó sorban feltehetik a szakképzés új rendszerével kapcsolatos kérdéseiket. Juhász Gábor hozzátette, hogy a rendezvénytől függetlenül az intézmények nyílt napjait szintén megtartják.